100 éves évfordulóját ünnepeljük idén Apor Vilmos gyulai plébánosi kinevezésének. Róla több írás található ezekben a könyvekben. Mit olvashatunk ezek közül? Tulajdonképpen van egy história domus a Apor Vilmos idejéből. Ebben a papok tulajdonképpen a plébánia történetét vezetik és írják, szinte naplószerűen. Természetesen az utolsó 50 év az mindig titkosított, mivel olyan személyekre vonatkozó adatok is vannak benne, vagy megjegyzések, politikai tényállások, amelyek tulajdonképpen nem tartoznak a közre. Viszont a régebbiek azok már engedélye természetesen kutathatók. Itt ugye Apor Vilmos is vezeti a plébániának a történetét, hogy milyen történések voltak az ő idejében. Épp az ő kézírása látható itt most előttünk. És ő is érzelmileg is tulajdonképpen hozza azokat a történéseket, amelyeket ő maga él át. Akár például ebben a História Domusban a trianoni élményeit is leírja, hogy mi mindent kellett akkor átélniük közben, amikor ment a trianoni békediktátum, akkor ők a templomba összegyűltek a városi vezetéssel, és akkor itt közösen imádkoztak a Magyarországért, és utána hát leírja, hogy nagy bánatukra honfiúi gyásza szívükbe, pontosan azért, ami történt, de bíznak abban, hogy egyszer majd az ország visszanyeri határait és az erejét. Hát nagyon kedvesen írő és nagyon hazafiasan magyar szívvel, székely szívvel ír ebben a História Domusban. De ugyanakkor róla a levéltárunk is, ami ugye 23 évet ölel föl az ő működése, az is rengeteg segítséget nyújt, hogy Apornak a képét megrajzoljuk, mert nagyon sok kiadvány jelent már meg. Ugyanakkor pedig ezek mondjuk ismeretlenek ilyen módon, viszont az esperesi jegyzőkönyvek is tanúskodnak az ő személyiségéről, hogy ki hogyan élte vagy látta őt. Egy 1920-ban történt esperesi gyűlésen mond egy beszédet, akkor a jegyzőkönyvben a kivonata található, és nagyon kedvem, kicsit rosszul olvasható, mert régies írással van. Egyébként minden antracén tintával íródik, ugyanis abban az időben, és az antracén tinta olyan tulajdonsággal bír, hogy amikor írnak vele, mártóstollal kellett írni, az ugye belekarcolódik a papírba, és akkor nagyon halvány. Ahogy az idő pedig telik, úgy egyre feketébb lesz, beleeszi magát a papírba, ezért maradnak meg a régi anyakönyvek is, a régi írások. A maiak azok már katasztrófa, a töltőt vagy golyóstollal való írásmód. Akkor még a mai napig is lehet ilyeneket találkozni, és még mindig vezetik ezeket. Igen, de antracén tinta viszont már nincsen, igen. Bár én még szereztem, de az már mind romlott volt, tehát sajnos már nem lehetett vele írni. Úgyhogy tulajdonképpen az utolsó 30 évben már nem igazán sikerült antracén tintával írni. A Aporról például a beszédét így értékelik akkor a jegyzőkönyv vezetők, hogy nagy jártasságra való előadás, a jelenlévők élénk figyelemmel kísérték, és hozzászólásaikkal osztatlan elismerésben részesítették. Tehát még az emberi hipapotnak a reakcióit is megírja. Illetve nagyon érdekes a esperesi jegyzőkönyvben ugye 41-ben, akkor ő már ugye győri püspökké történt kinevezése után, még elmegy az esperesi gyűlésre. Tehát igazából, ha úgy veszik, már nem volt kötelező neki, akkor már kinevezték, és akkor Stejb János, nagyon szerették őt, és itt Gyulán, valamikor káplán volt, ő intéz, de már így az új győri püspökhöz, hogy a püspök szentelése miképpen vehetnek részt a vidékiek, és akkor Apor báró örömmel ad felvilágosítást, azt szeretné, hogy mindenki ott legyen, de mivel mindenki nem lehet ott, így a meghívókon szám szerint lesz rögzítve, hogy körülbelül melyik egyházközség, felekezetek, különböző egyesületek, minden réteg képviselve legyen, és sajnálja, hogy a gyulaiak sem tudnak így teljes mértékben, teljes létszámmal az érdeklődők bejutni a templomba, de egy átfogó jelenlét volt a társadalom minden rétegéből. Tehát időben Apor Vilmosról közvetve és közvetett módon is nagyon sok adatunk van, ami még igazából nem annyira ismert, bár nem olyan jellegűek ezek, amik annyira publikusak, de igazából nagyon kedves, akár itt egy ilyen esperesi gyűlés után, akkor mindig adakoztak a papok jótékonysági célra, például a mozgáskorlátozottak javára, vagy éppen valamelyik szociális intézmény javára, és itt is, hogy ki mennyit adott, azt is feltüntették, úgyhogy az érdekes, hogy
mértékben Apor Vilmos tulajdonképpen adta a legtöbbet, 4 erősebb plébánia volt, ugye azokkal együtt, de ha arányába nézzük, akkor ott valószínűleg, hogy ez pengős világ még, Apor az 16 pengőt adott, és a 4 káplány együtt pedig 18-at. Tehát Apor mindig mélyebben nyúlt a zsebbe. Tehát egy adatokból sok minden kiderül az ő egyéniségéről. És azt gondolom, hogy ez a 100 éves évforduló az mindenféleképpen fontos azért is, hogy emlékezzünk arra a jóra, amit nehéz körülmények között, amikor tényleg az egyházközség gazdaságilag és minden szempontból tulajdonképpen megroppan, de lelkileg nem roppant meg. Hitében erős maradt, és ugyanígy bátorítják, erősítik egymást, és természetesen itt a történelmi eseményeket ő hozza is, hogy mind mennek keresztül, lelkileg ugye a román megszállástól kezdve csomó mindenről ír, de az biztos, hogy van mit köszönnünk Apor Vilmosnak, nekünk itt Gyulainak is, mint a plébánia életét tovább élőknek, hiszen világos az, hogy szociálisan is, emberileg is mi mindent adott a közösségünknek, úgyhogy ezért is öröm számunkra ez az évforduló, hogy ezt most megünnepelhetjük.